Az idei évben rendezték meg 7. alkalommal a pomázi Szent István templom újfajta búcsúvigasságát. A szocializmus idején a templomban augusztus 20-án csak szűk körű megemlékezés volt. A település más pontjain világi jellegű mulatságot tartottak. Az utóbbi években élt fel a templomi közösség által szervezett egyházi ünnep. Egy kis csapat elkezdte szervezni, és ma már egy nagyon tág, bő közösségi szellem köti össze azt a csapatot, akik ezt létrehozzák. Különleges aktualitást adott ennek az időszaknak, hogy ez a templomépítés 7 évére esett. Most érkeztünk oda, hogy templomunk 250 éves, és ennek az évfordulóját tudjuk itt most megünnepelni a mostani búcsún. Korona ide vagy oda, ez a búcsúi vigasság szerencsére nem lépi át, jelenleg azt mondom, hogy szerencsére nem lépi át az 500 fős határt, nagyjából olyan 200-300 fő szokott megjelenni, és többségében a közösség tagjai, de a városi, kistérségi, egyéb településekről érkező érdeklődők. Nyilván olyan zenekarokat hívunk, amelyeknek a vonzereje elég nagy, de azért nem lépi túl ezt a határt, és mégis egy belsőséges és családias rendezvény tud lenni. A búcsú első napján ifjúsági koncerteket tartottak, míg a második napon a Schwab Bálé a főszerep. Lejtényi Emánuel atya elmondta, hogy nagyon komoly felkészülés előzte meg az ünnepi 3 napot, amely számukra az ősiséget jelképezi. Egyrészt tudtunk támaszkodni már arra, amit már az elődöm elkezdett, hiszen ő indította azt el, hogy a plébánia kert, mivel elég nagy, és legyen alkalom akkor arra, hogy Pomáz egész népe oda tudjon gyűlni, úgyhogy ott találkoztunk a kertben, és akkor úgy nőtte ki magát gyakorlatilag a rendezvény, egy kicsit így az egyházközségből. Készülünk ilyenkor kulturális rendezvényekkel, gyerekprogramokkal, családi programokkal, beszélgetésekkel, van egyházközségi sátrunk, van egy kis kávéház is, tehát hogy nagyon sok munkálat így megelőzi ezt. Aztán pedig itt a templomban is, mivel a leglényegesebb része az nyilván a szentmise és a körmenet, hogy hálát adjunk az Istennek. Most ráadásul a templomunk 250 éves, úgyhogy még ezért is hálát adunk, hogy így a közösségünket is megerősítse ez a 250 év. Egyrészt ilyenkor tetszük ki Szent Koronát, illetve a jogart, országalmát és a kardot, tehát ezt így, mint Szent István ünnepét, ugye megünnepeljük. Mint közösség összetartó erő az, hogy készülünk rá és kipakoljuk a padokat, nagyon sok pad van, tehát reggel 8 óra óta, meg sátorállítás, meg mindenfélét úgy ki kellett gondolni, hogy akkor hogy nézzen ki maga a tér. Úgyhogy egyrészt ez volt a közösség összetartó erő, aztán pedig közösségünknek mindig így fontos volt a misszió szempontjából, hogy szólítjuk meg a többi pomázit, hogy adunk arról tanúságot, hogy mennyire tudunk örülni, milyen erős a közösségünk, mit adunk tovább, milyen ajándékokat találunk benne. Úgyhogy így ez is összehozza a közösségünket, aztán pedig az is összehozza, hogy utána végig gondoljuk, hogy na, majd jövőre még mit veszünk elő.